Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A férfiasság mértékegysége legyen az egy uaz. Ha egy Priusszal jársz, mint én, az 0,2 uaz. Hogyha mondjuk vezettél már GT3-as Porsét, az akár 0,8 uaz is meg lehet. Ha esetleg van egy Volvo bányadömpered, akkor az már közelíti az egy uaszt, de olyan kemény és olyan férfias, mint egy uaz? Na, az csak az uaz lehet. Az uasz kemény, mint az orosz tél, és majdnem olyan sokáig is tart. Magyar férfi háromféleképpen találkozhat élete során uazzal. Vagy erdész, vagy volt sorkatona, vagy mániákusan szeret terepezni, mert az autó alapvetően mind a hármat tudja. Ez itt most egy UAZ 469B, de hivatkozzunk inkább rá úgy, ahogy az oroszok szoktak, mert mégis az az autentikus, ez a Commanderski, azaz a parancsnoki változat. Az orosz autóipar kitermelt néhány nagyon jól csengő, emlékezetes autónevet, mondjuk Volga, Csajka, Pobjeda, de az UAZ az inkább a katonai vonal sarkosságát követi, ugyanis csupán annyit jelent Ulyanovszki autó zavod, azaz az Ulyanovszki autógyár. Márpedig ennek történelmi gyökerei vannak, ugyanis 1941-ben annyira erős volt a német előrenyomulás, hogy valós veszélye volt annak, hogy a nácik eljutnak Moszkváig. Viszont Sztálin azt a fülest kapta a japán kémeitől, hogy a japánok nem fognak Oroszország irányába támadást indítani, ezért egész nyugodtan el lehet költöztetni a legfontosabb ipari komplexumokat keletre, mondjuk a Volga partjára. Így jutott el a ZIS, tehát a moszkvai autógyár, és a GAZ, tehát a Gorki autógyár, amolyan összevont változata Ulyanovszkba, ami akkor még nem volt egy különösebben jelentős város, mindössze két aszfaltozott utcája volt, a Karl Marx és a Goncsarov. Na de, a kezdeti időkben, nyilván ugye háborús termelésről van szó, még nem zajlott fejlesztés, sőt, lőszer gyártottak és a ZIS 5 nevű 3 tonnás katonai teherautót. 43-ra aztán a németek világháborús tervei összeomlottak, és ahelyett, hogy visszaköltöztették volna az UAZ-t a már meglévő gyártelepekre Moszkva mellé, ahelyett inkább ott a nullából építettek föl gyárakat, és az UAZ-t pedig kivonták a ZIS-nek az ernyője alól, és önálló gyáregységként tudott tovább működni, ahol már fejlesztés is zajlott. Néhány modell után így jött létre a GAZ 69 utódjaként az UAZ 469. Az UAZ-t mint eszköz kell vizsgálni, hiszen merőben más feladatoknak kell megfelelnie, mint egy utcai autónak, és hát emiatt aztán teljesen máshol vannak a prioritások is. Kormány volt játék? Ugyan már! Váltó? Engedd el! Ennek az autónak az a lényege, hogyha egyszer betalálsz egy fokozatba, és egyszer megvan a lendület, akkor tulajdonképpen nincsen akadály. Mehetsz vele, ahogyan tetszik, és ameddig tetszik. Zseniálisak a terepszögei, difizárunk nincs, de ennek ellenére, mivel viszonylag könnyű, és rövid a tengelytáv, nem ül fel, mindig kilógnak a kerekei, mindig leér, mindig van hajtás, mindig van tapadás. Most ezzel az autóval, ezen a kis operett terepen, igazából összkerékhajtás nélkül megyünk, mert reggel még egykorig működött, azóta nem tudjuk berakni az összkereket, felezőnk még van, de felező meg igazából nem kell, mert annyira nem kemény a terep, és amúgy simán elkóricál, így egyesben, mindenhol, hátsó kerékhajtással, csak egy picit őrizni kell a lendületet. Ezzel együtt is egy rohadt jó élmény, és nem úgy, mint mondjuk egy sportautó, mert ugyanúgy a gépkezelés az, ami megragadó, viszont közben egészen másfajta sikerélmények vannak. És most nem akarok olyan rossz májú lenni, hogy sikerélmény az, hogyha betalálunk fokozatba, vagy sikerélmény az, hogyha el tudunk indulni lefulladás nélkül. Nem, sikerélmény az, amikor egy szűk forduló után megvan a lendület, és szépen kiadja, és föl tudunk mászni bármilyen domboldalon. A mai videónkat a World of Tanks támogatja, a Wargaming tankos játéka. Azt amúgy tudtátok, hogy a tankot miért hívják tanknak?
azért, mert mielőtt az angolok először bevetették őket az első világháborúban, tankfeliratú konténerekben mozgatták a harckocsikat, hogy ne keltsenek gyanút. Az első bevetés 1916. szeptember 15-én történt a Fleur-Courcelette csatában. Ez volt az angol MK1, azaz Mark 1-es. A World of Tanks a Wargaming ingyenesen játszható online multiplayer játéka, tehát le lehet ülni a haverokkal és lőni egymást. Több mint 600 tankból választhattok, ezek 1910 és 60 között rendszerbe állított darabok, szép részletesen lemodellezve. A játékban jelenleg 11 nemzet harckocsijait használhatjátok, ezeket a játék 5 osztályra sorolja, vannak a könnyű, a közepes és a nehéz harckocsik, valamint az önjáró lövegek és a páncélvadászok. De ez nyilván nem egy szimulátor, hanem egy szórakozásra kihegyezett dolog. Érezzétek jól magatokat vele. Hogyha itt a leírásban lévő linken regisztráltok, és használjátok a kódot, akkor most kaphattok 250 000 kreditet, egy British Heavy tankot, valamint 7 nap prémium hozzáférést, sőt, kölcsönbe még 3 komolyabb tankot is hozzátok vágnak. Nem csak harckocsiból van benne széles választék, hanem még a pályákból is választhattok városi terepet, erdeit, sivatagit, ami azért jó, mert mindig változatos élmény marad a játék, nem unjátok meg. Link a leírásban, érezzétek jól magatokat, jó játékot! Bár a GAZ 69 pótlására szánták a 469-est, nem tiszta lappal indultak a tervezők, a motort például átvették a Pobjedából, ez egy 2,1 literes egység volt akkor, ezt fúrták föl 2,4 literre. Na most így sikerült elérni 78 lóerőt hajmeresztő 4000-es fordulaton és 2200-nál 170 Nm nyomatékot. Na most nem ez volt a lényeg, ez nem egy teljesítményre hegyezett motor, hanem tartóságra hegyezett motor, és a lényeg, hogy akár 72 oktános üzemanyaggal is elment, ha bár 76 oktánossal érezte magát a legjobban. Ehhez elég durván vissza kellett venni a kompresszió, viszont 7,2 az 1-hez. Volt az érték, ami elég súlyos. Nem is csoda, hogy nem jön belőle nagyon elő nagyobb teljesítmény. Aztán 1971-re elkészült a mű, és maga Piotr Ivanovics Zsukov, a főmérnök, prezentálta a gépjárműügyi minisztérium illetékeseinek. Az UASZ fejlesztésénél két fő irányelv volt. Az egyik, hogy menjen el mindenhol, a másik pedig, hogy bárhol lehessen szerelni, és legyen hozzá elég egy villáskulcs, meg egy csavarhúzó. Na most itt az autókázás során kiderült, hogy az elsőt eléggé tudja, viszont ahogy elnézem a gépészetet, tényleg még akár én is nekiállnék. Kedvencem a szerelőlámpa, minden francia autóba kötelezővé tenném, de tényleg amúgy végignézek a mechanikán, és hogyha most a fiamnak el kéne magyarázni, hogy hogy működik a négy ütemű motor, akkor az tök egyszerűen menne, mert nagyon szép, látványos az egész. És vannak neki ilyen kis ügyes technikai megoldásai, például, hogyha ezt a lamellasort elzárjuk, akkor valamivel jobban melegszik a motor, ez mondjuk a szibériai mínusz 25-be kifejezetten előnyös lehet. A modern BMW-k is meg mindenféle mostani modern autót csinálja, ezt ugye a hamar bemelegedő motor az hatékonyabb, és kisebb a károsanyag kibocsátása. Na most itt nem a károsanyag kibocsátás csökkentése volt a cél értelemszerűen. Szintén a bárhol javíthatósághoz tartozik hozzá, hogy nem kell hozzá légszűrő. Nincs papírszűrő, nincs szövetbetét, van benne olajos fémreszelék egy ilyen csombékban, és azon szívja át a levegőt a motor, hogyha nagyon felgyűlik benne a rittyó, akkor kivesszük, és vagy benzinnel kimossuk, vagy pedig kiégetjük, aztán mehet vissza, és szűr tovább. Tényleg ez is egy ilyen nagyjából bárhol elvégezhető mutatvány, ahol az ember hozzáfér pár csepp benzinhez, már pedig benzin az van benne bőséggel. Aztán szintén érdekes még a karburátor. Ez itt most egy 469B, vagyis a kicsit emeltebb hasmagasságú, finoman módosított változat, viszont ott van az a 469-es. Annak a karburátorán van egy kis kémlelő ablak, amivel be lehet állítani az úszószintet. Hogyha magas, akkor az autó viszonylag sokat fog fogyasztani, ellenben könnyen indul. Hogyha alacsony, akkor nehézkesebb az indítás, de egész kultúrát lesz a fogyasztása. De nézzétek meg például a biztosítékok, a fékmunkahenger, minden hozzáférhető, egyszerű, be lehet állni a géptérbe és lehet rajta dolgozni. És tényleg, hogyha felcsukjuk a géptetőt, akkor kis gumiütközői vannak, hogy ne a szélvédőkeretnek verjük oda. Egy 10-es kulcs, meg egy csavarhúzó, és nagyjából minden menni fog. Uazozni azért is jó, mert az ember belekóstol egy kicsit abba is, hogy egy ilyen archaizáló, nagyjából 80 éves gyökerű technika pontosan milyen is.
Hát a mai fogalmaik szerint tulajdonképpen borzasztó minden tekintetben. Viszont amikor kivegyünk vele a dágványba és elkezdünk vele mászni dombokon, akkor egyszerűen minden a helyére kerül, és valahogy ez az egész jó lesz. Megérted, hogy ezt nem azért csinálták ilyenre, mert igénytelenek voltak műszakilag, csak egész egyszerűen máshova helyezték a hangsúlyt. Nem volt szempont, hogy finoman járjon, ellenben szempont volt, hogy mindig járjon. Nem volt szempont az sem, hogy finom legyen, könnyen kezelhető, ellenben, ha beülnék egy ótvarnagy gumicsizmában, egy ekkora kesztyűvel, még akkor is simán elkezelgetném, nem akadnak össze a pedálok, és negyedikre, ötödikre nagyjából meg lennének a fokozatok, mert na ahhoz, hogy berakd egyesbe, aztán áthúz kettesbe, elsőre minimum egy rendes GPS kell. Az UAZ amúgy, bár meglepően kis alapterületű mai autókhoz képest, valójában 7 személyes. De hát tök jogosan kérdezitek, hogy itt elől két ülés van, itt hátul egy hármas pad, hogy lehet ez 7 személyes? Mutatom. Ilyenkor az ember hátra mászik ide, és itt hátul van két kis sámli. Ebben az autóban most ugye pont nincs benne, de a kabrióban benne van. Hát ez most már itt eléggé csak a büntető századnak szól. Viszont ettől még van, nem azt mondom, hogy levennék az adziára, de hogyha a két laktanya között el kéne mennem, vagy a laktanya egyik végéből a másikba, vagy a kantintól a latrináig, szóval valami kis távon azért ellennék itt is. De az UAZ igazán érdekes beltéri megoldásai, azok itt elől vannak. Vegyük végig először is a kezelőszerveket. Van például kézifékünk. Ez a kardánra fogva rajta egy dobfék, és amikor behúzzuk, akkor tulajdonképpen azt húzzuk be. Van ugye a GPS-es váltó, valamint a felező, és az összkerékhajtás. Fontos, hogy egyiket csak a másik után lehet kapcsolni. Az igazán érdekes dolgok itt jönnek. Például ez nyitja a tátikát, ez a külső levegő bekeringetés. Ez itt a belső levegő befúvásnak a nyitása, zárása. És a kedvencem az az ablakmosó, ugyanis nincs ablakmosó vízpumpa, illetve van, csak analóg. Mi itt pumpálunk, és jön a víz. Tök jó látható helyen van az ablaktörlő motor, ami modern személyautókban nem megszokott térképolvasó lámpa, ez nyilván a hadszintére való felhasználásnak, és itt az üzemanyag szintjelző mellett van egy kis billenőkapcsoló. Ez azért van, mert az UAZ-nak két darab 39 literes tankja van, és ezzel a kapcsolóval váltunk, hogy a két tankból közül melyiknek mutassa a szintjét. De hogy akkor miért van két tank? Hát mert azok között is lehet váltani. Itt van ez a kis csap, és dönthetünk, hogy melyikből szeretnénk csorgatni a benzint az M24-esbe. Nyilván van szivatónk. Tök érdekes, hogy a lámpakapcsoló az nem csak a világítást kapcsolja, de hogyha tekergetjük, akkor a műszerfal háttérvilágításának a fényerejét is változtatja. Visszajelző lámpáink vannak, rendes élőadatos, komolyan olajnyomásmérő van, meg töltöttségjelző. Ezen kívül tényleg semmi, csak a legszükségesebbek. Kedvenc funkcióm, keresőlámpa, az még létezik, és hogyha előre néztek oda a géptetőre, akkor látjátok rajta a kis füleket, na oda lehet rögzíteni a karabét. És hatalmas geg, hogy bár nem egy modern egyterülő beszélünk, minden modern egyterű megirigyelni ezt az ajtózseb méretet. Nemhogy a másfél literes víz, de nagyjából a marmonkanna is beleférnek is túlzással. Hát igen, az ajtó az olyan férfiasan csukódik, de hát ezzel rímel az autó egészére. Érdekes adalék még az is, hogy az UAZ-nak ezzel a futóművel és ezzel a gumival 110 a vége. Hát ennyi erővel megadhatnának akár 300-at is, nagyjából akkor eséllyel fogja kipróbálni bárki, mint a 100-at, mert konkrétan életveszélyes. Nagyon magasan ülünk, tényleg magasan ülünk, tényleg egy átlag korzára így lenézünk. És emiatt viszonylag könnyű elhelyezni mindenhol, elnézést. Bejött a start-stop, hoppá, recsenés nélkül meglett a rükverc, értékeljük a kis dolgokat. Hopp, durrog az áll lesz, nem gond. És itt most megyünk egy parancsnokiba, fölmegyünk. És most akkor megmutatkozik az összkerékhajtás hiánya, de semmi gond, mert békésen
visszaeresztjük. Hát igen. Ezen a kifényesedett saras felületen hiába a teregumi nem bír magával mit kezdeni. Óta elég durván elszálltak a Suzuki Jimny-k, a Land Cruiser-ek, pláne a Gamer-cik. Azért, hogyha az ember telepezni akar, akkor azt úgy olcsón egy ilyen UAZ-zal lehet. Ahogy nézegettük a használt autón, 600 ezerért van csúnya példány, 1,5 millióért van egész szép. Az a jó az UAZ-zal töltött napban, hogy az embernek olyan benzinszaga lesz, hogy ráteszik az ársapkát. Az UAZ 469-esből 1971 óta több mint 2 millió darabot gyártottak tényleg az egész bolygón. Vietnám, Kína, Afrika, mindenhol volt belőle létezett dízelmotoros változat, meg mindenféle helyi hibridek. És a mai napig meg lehet venni, úgy hívják, hogy UAZ Hunter. Került bele néhány extra, egy picit civilizáltabb lett, de a vas az tulajdonképpen változatlan, még mindig ugyanez. Jeremy Clarkson egy régi Top Gear adásban még úgy promózta be az UAZ-t, hogy ez a világ legrosszabb autója. Ami hát közel sincs akkora merítése, mint az angol úriembernek, de hogyha mint autó nézzük, akkor valószínűleg így van. Viszont ha nem autó nézzük, hanem mint szerszám, akkor azért már vitatkoznék vele. Tudod, ez az a masszív csavarhúzó, amit tudsz használni kalapásnak, amivel tudsz vésni, ami lehet feszítővas. Nagy, robosztus, nem lehet vele nagyon finomkodni, de mindent megold. Na, az UAZ mindent megold. Ezek a mai fiatalok, mindig csak a huligánkodás. Kéne neked egy kis sorkatonaság!